Mielőtt imádkoznánk, szeretnénk még bátorítani önöket olyanok példájával, akik meggyógyultak. Ime egy nagyszerű történet Hawaii-ról. George elesett és eltörte a jobb csípőjét. A műtét után egy évig nagyon erős fájdalmai voltak, aztán valamelyest enyhült a fájdalom. Mintegy két évre rá újra megsérült a csípője, és ezután már folyamatos fájdalmai voltak. Járókerettel tudott csak járni. A múlt hónapban azonban látta a 700-as klub egy adását, amikor Terry olyas valakiért imádkozott, akinek a csípője kimozdult a helyéről. Érezni fogja, hogy visszaugrik a helyére, és többet már nem fog fájni, mondta. Amikor ezt Terrytől hallotta, Georgia azonnal érezte, hogy Isten ereje megérinti. Ekkor felkelt, és segítség nélkül elkezdett járni, és ráadásul azóta sincsen semmi baja. Ez fantasztikus. Rebecca kirándulás közben elesett, és súlyosan megsérült a jobb térde. Több héten át folyamatos fájdalmai voltak, és csak nehezen tudott járni. Aztán egy alkalommal, amint a 700-as klubot nézte, egy olyan ember történetét hallotta, akinek meggyógyult a térdkalácsa. Ekkor azt gondolta magában, miért nincs szó az én jobb térdemről. Ebben a pillanatban Gordon azt mondta, azt mondja magában, kérem, mondja az én jobb térdemet is, úgyhogy most mondjuk. A fájdalom elmúlt a térdéből a Jézus nevében. Rebecca felugrott, és azonnyomban meggyógyult. Isten hallja önt. Isten meghallgatja a gyermekei kiáltását. A hit cselekedeteként tegyék kezüket arra a testrészükre, ahol gyógyulásra van szükségük, és imádkozunk együtt hangosan. Istenünk, a te akaratod legyen meg itt úgy, ahogy megvan a mennyekben. Nem valahol messze, hanem itt és most, hogy megláthassuk, hogy mit cselekszel. Imádkozzunk. Istenünk, felemeljük hozzád a nézők szükségeit, akik most a kezüket a testükre helyezik, mert gyógyulásra van szükségük. Velük egy akaraton kimondjuk, hogy gyógyuljanak meg a Jézus nevében. Isten országa jöjjön ezekre a testekre és erre a helyre. Uram, a te akaratod legyen meg a testükben úgy, ahogyan te azt eltervezted. És te úgy akarod, hogy a szemek lássanak. Te azt akarod, hogy a fülek halljanak, a lábak mozogjanak és járjanak. Úgy tervezted, hogy mi rák nélkül éljünk, és ezért a Jézus nevében gyógyuljanak meg most. Van valaki, aki a jobb fülére tette a kezét. Isten meggyógyította ezt a fület, és most először hall vele. Takarja el a bal fülét, és vegye észre, hogy hallja a szavamat, amiről az orvosok azt mondták, hogy soha nem fog megtörténni. Isten megnyitotta most ezt a fület. Más valaki a bal térdére tette a kezét, Isten meggyógyítja önt is. Kezdj el mozgatni a Jézus nevében. Valakinek furcsa rohamai voltak, ez most elmúlik, és soha nem fog megismétlődni. Sérülések vannak valakinek az agyában, de Isten most minden sérülést meggyógyít, és teljesen szabad lesz. Ha megérintette Isten, szeretnénk, ha megosztaná velünk bizonyságát. Ma a János evangélium egyik igéjével búcsúzunk. Ha én bennem maradtok, és az én beszédeim bennetek maradnak, kérjetek, amit csak akartok, és meg lesz az nektek.